Az elmúlt években közel 1 milliárd forintot fordítottak a nyírtávhő fejlesztéseire, fővezetékcserékre. Most egy 80 millió forintos Európai Uniós támogatással megvalósult projekt keretében három központi szerepet betöltő épület energetikai korszerűsítése is megtörtént. Az elmúlt 8 évben a nyírtávhő a föld alatt dolgozott leginkább, most ezzel a föld felszíni fölött is megjelent, és szükség volt rá, mert a rendszer nagyon elavult, az üzembiztonságot veszélyeztető problémák álltak elő, és különösen nagy probléma volt, hogy a fővezeték rendszerben, ezért az elmúlt években 8,3 km hosszan kicseréltük azt a régi elavult, elrozsdásodott, rendszeresen kiukadt régi vezetéket, amit egyébként annak idején ki is állítottunk a Kossuth téren, hogy bemutassuk a nyíregyházőknek, hogy miért van szükség arra, hogy a félváros feltúrjuk. Most már ezek jól működnek, történt hálózatbővítés is, és ahogy igazgató mondta, ma már olyan versenyképes a nyíltávhő, hogy új jelentkezések is vannak, közületek, intézmények, cégek, akik szeretnének rákapcsolódni a rendszerre. A nyírtávhőt a saját területén az ország egyik legjobb cégeként tartják nyilván, hiszen versenyképes, modern, környezetkímélő és fenntartható szolgáltatást nyújt. Az örökös földi épület 40 éve nem újult meg, pedig 1800 lakás, 200 középület és közel 8000 ember hőellátását biztosítja. Ezért az egyik legfontosabb cél, hogy minden fejlesztéssel mikro- és makroszinten is csökkentsék az energiafelhasználást. A nyíregyháziak jelenleg közel 30%-kal kevesebbet fizetnek a fűtésért az ország más részeihez képest, hangzott el a sajtótájékoztatón. Ezt a folyamatos fejlesztések teszik lehetővé. Épület energetikai korszerűsítés, amelyben lábazat hőszigetelés, vakolat, új vakolat felhelyezése, oldalfalak szigetelése, nyílászáró csere, napelemek beépítése volt a tetőre. Ezzel a beruházással 20 kW napenergia hasznosításához építettünk be fotovoltaikus napelemeket. A korszerűsítés több mint 8000 gigazsúl megtakarítással jár éves szinten. Ez jelentősen javítja az energetikai mutatóinkat, illetőleg a villamos energia önfogyasztásunkban jelentős mértékben hozzárul, hiszen ezeken a telephelyeken elég jelentős villamos energia felhasználás is van. A beruházással az üvegházhatású gázkibocsátás éves szinten több mint 80 tonnával csökken. A fejlesztések pedig nem állnak meg, már a következő évre is vannak nyertes pályázatai a nyírtávhőnek.